Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk az első kutyás videómhoz. Éppen itt van velem a vadállat is, csak jelenleg nem látjátok, mert el van vele foglalva, hogy a lábát harapdálja. A Bence videóiban nem egészen tértünk ki nektek a pontos idősávokra, időpontokra, hogy mikor néztük meg, mikor hoztuk el, mikor vettük fel a videókat. Úgyhogy lényeg a lényegben, hogy jelenleg egy hete van nálunk ez a kis rosszaság. És jó ötletnek tűnt, hogy itt videózzak, hogy közben láthassátok őt is. Viszont akkorát aludt, napok óta nem volt ilyen, és most természetesen túlteng benne az energia, és nagyon szeretné, hogyha mindenki vele játszana. De ez a videó, amit szeretnék nektek igazából most elkészíteni, hogyha nem borít le mindent körülöttünk, az arról szólna, hogy egy hét alatt mit tanultunk a kutyáról, mit tanult ő, illetve hogy sikerül összecsiszolódni, és miben tart ott, ahol szerintem tartania kellene, illetve miben van egy kicsit lemaradva. Ha tetszeni fog ez a videó, akkor fogok nektek folyamatosan ilyen check-ineket csinálni, hogy megbeszélgessük, hogy pár hét, illetve hónap elteltével hogy fog haladni ez a vadállat. Erről csinálok egy képet, hogy lássátok, hogy mi történik itt. Tehát, Olinak egyébként a születésnapja 2020. augusztus 30-án van, ami azt jelenti, hogy a mai napon 27-e van, tehát 3 nap múlva 12 hetes lesz, ami azt jelenti, hogy eléri a 3 hónapos korát. És igaz, azt mondtuk, hogy 10 hetesen hoztuk el, de szerintem egy kicsit később volt az, mint 10 hetes, úgyhogy nem tudom, hogy mit akartam ebből kihozni, de igen. Első éjszaka. Az első éjszakát azt már elmondtuk nektek Bencével, és túl nagy változás nem is történt azóta. Amit szerintem határozottan mondhatok, hogy a crate traininggel, tehát a ketrechez szoktatással egy picikét le van maradva, ugyanis egy hete már itt van, de még mindig minden este kötelezően van sírás. Nem igazán csökken a mértéke. Le fog borítani titeket mindjárt. Úgyhogy valószínű, hogy tessék ide, kicsit ide, igen, csücs, ez az. Valószínű, hogy erre egy kicsit jobban rá kell feküdni. A tegnapi esténk fantasztikus volt, ugyanis egy jó 10 perces edzés előzte meg az elalvást, és azzal a 10 perces kis ketrec edzéssel fel is készült igazából az elalvásra, úgyhogy a tegnapi napunk az nagyon király volt. Mutasd már meg magad, rosszaság! Hát szevasz! Oda nézzél a kamerába. Nézz oda, mi van itt. Nagyon nem akarsz itt lenni, mennél játszani, ugye? Szobatisztasággal nagyon-nagyon jól állunk. Az első 3 napban azt hiszem, hogy minden nap volt egy baleset, viszont a 3. nap után, hogyha jól emlékszem, akkor minden második vagy 3. napon volt egy bepisilés. Egyszer se kakilt be, úgyhogy ennek nagyon örülök. Nem használunk egyébként kutyapelenkát, nem is szerettünk volna egyáltalán kutyapelenkát használni. Azonnal elkezdtük arra szoktatni, hogyha pisilni kell, akkor kimegyünk. És a 3. napon már határozottan, tudatosan szólt, hogy ki szeretne menni. Nagyon szépen ott ült a kis ajtó előtt és várta, hogy ki legyen engedve, aztán elkezdett szólni is. Talán a 4. napon elkezdte kicsit kaparni az ajtót, vagy az ajtó előtt ülve nyűszíteni, úgyhogy az nagyon jól ment. Evéssel nagyon jól állunk, bármit megeszik, bármit megenne, inkább mondjuk így. Gosbitákot etetünk egyébként vele, ezt tette ott is, ahonnan vettük. Viszont szeretnénk majd váltani Purina Pro Plan-re, de nagy tápot adott nekünk a tenyésztője, úgyhogy természetesen azt előbb eletetjük, és majd utána fogunk váltani. Sokan írtátok, hogy a dobermanoknak nagyon célszerű lenne nyers étrendet követniük, viszont úgy vagyok vele, hogy a nyers etetéshez nagyon-nagyon képbe kellene lenni azzal, hogy miből, mennyit, mikor, mit nem. Ezt meg nem annyira tudom, viszont ezekben a tápokban, amit most kap, illetve fog kapni, nagyon jó a tápanyagszint, minden megvan, amire szüksége lehet egy ilyen kis tutyának, úgyhogy szerintem maradni fogunk tápoknál, viszont nem állítom, hogy a későbbiekben nem fogunk váltani, hogyha már magabiztosnak érzem magam a témában. Amivel egy nagyon-nagyon pici problémánk van a napokban, nyilván, mint minden kis kutyának, baromira nő a foga, és nagyon viszket és fáj az ínye,
és minden drág. Rengeteget csuklik. Én nem tudom, hogy miért, de naponta legalább 5-ször csuklik. Tegnap előtt 8-szor csuklott. Nagyon vicces, mert mérges lesz arra, hogy csuklik, és elkezd saját magán mérgelődni. Rengeteget iszik. Szerintem több mint 1 litert megiszik naponta. Nyilván minden nap látom, de szerintem sokat nőtt. De ezt majd úgyis a videókon fogjátok látni. Imád rám ülni. Mindenkire imád ráülni. Mutassuk meg a fületet. Gyere ide! Tehát, ez a cucc, ami a fülén van, fején van igazából, ez azért van, hogy tartsa a kis fülét. Tudom, hogy erről nagyon sokan elkezdtetek vitázni a komment részlekbe, a képemnél, illetve Oli képénél is, Bence képénél is, meg minden, hogy most szabad fület vágni, nem szabad fület vágni, állatkínzók vagyunk, vagy nem vagyunk. Így vettük a kiskutyát, viszont valóban nincs ellenemre, hogy fel van vágva a füle. Szerintem egy Doberman úgy a legszebb, hogyha fel van vágva a füle. Hogyha ettől én most rossz ember vagyok, akkor elfogadom az ítéletet. Nem fáj neki egyáltalán. Nyilván meg tudják magyarázni a nagyon bigottok, hogy de igenis fájt neki, és örök életére fájni fog, és lelkisérüléseket szenved tőle. Én nem látom rajta, hogy így lenne, viszont ez a kis szerkezet azért van rajta a fején, hogy a füleit tartsa egyenesen. Itt látok mellettem egy felnőtt Dobermanról képet, így kell kinéznie a fülének egy fülfelvágás után. Körülbelül 4 naponta kötjük neki újra a fülét, ami annyiból áll, hogy a leukoplasztot leoldjuk róla, megvakargatjuk neki a fejét olyankor nagyon alaposan, száraz samponnal egy kicsit átmosom neki a fejbőrét igazából, majd újra leukoplasztal szépen felragasztjuk. Egy darabig még ez a kis szerkezet lesz a fején, utána viszont egészen addig, amíg meg nem áll neki teljesen egyenesre a füle, addig egy másik módszerrel fogjuk kötni, viszont ezt úgy is látni fogjátok nálam. Rágásra még annyiból visszatérnék, hogy szét nem rágott semmit, viszont a kanapét azt nagyon-nagyon szeretném megenni. Van egy Get Off Spring, ami arra való, hogyha valamihez folyamatosan megy vissza és akarja rágni, akkor azt, ha lefújod vele, elkezdi távol tartani, és egy idő után megtanulja, hogy nem szabad. Ez egyébként nagyon jól halad, papucsoknál, cipőknél és kanapénál szoktuk használni. Szerintem 2 napja nem nagyon harabdálja egyiket se, úgyhogy ennek egy nagy piros pont. Trükkökkel nagyon jól halad, legalábbis szerintem. Elfogult anyuka. Nagyon cuki egyébként, ülni gyönyörűen ül, feküdni fekszik kis segítséggel, tehát azt mindenféleképpen mutatni kell neki. Pacsizik, illetve lábhoz utasítást nagyjából már tudja. Amikor az ajtón megyünk, bármelyik ajtón, mindig leül, viszonylag megvárja, míg szólsz neki, csak utána indul el, de a maradj és a várással még van egy kis probléma. Nagyon szeleburdi, iszonyatosan, viszont nagyon jó lelkű, úgyhogy komoly probléma nem volt vele soha. Mondom ezt úgy, hogy 1 hete van. Egyébként a kutya óviba egészen jól el van. Oda napközben magától is bemegy, félperces hisztivel el is alszik bent, de leginkább nyitott ajtónál szeret bent lenni, amikor ő magától megy be, és akkor jön ki, amikor akar. Még egy nagyon fontos dolog, amit szeretnék elmondani. Áú, ez a lábam volt. Tudom, hogy véletlen, de figyelj oda. Nagyon jól bírja a kocsi utat. Ne nyalogass. Most is nyilván itt ül az ölembe. Többször utazott már, volt velünk már Pesten is, közösségben még nem vittük, viszont volt pár dolog, amit el kellett intéznünk, úgyhogy oda jött velünk. Illetve hazajött meglátogatni édesanyáikat, azt az utat is nagyon jól bírta, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, és nagyon meg vagyok könnyebbülve. Ugyanis rettegtem tőle, hogy olyan kutyánk lesz, aki nem fogja bírni az autóutakat, és minden egyes alkalommal hányni fog. De úgy néz ki, hogy ez nem így történt. Úgyhogy szerintem egyébként mindent elmondtam. Mindjárt átállítom a kamerát, megmutatjuk nektek a kis trükkjeinket, amiket tudunk. És hogyha tetszik a videó, akkor természetesen ebből rendszert fogunk csinálni, és folyamatosan mutatni fogom nektek, hogy hogy halad ez a kis rosszaság, és kihasználom azt az időt, amíg ilyen pici, ugyanis 2-3 hónap múlva egy hatalmas dög lesz belőle. Úgyhogy amíg ilyen törpe és így tudom pakolgatni, addig mutogatom nektek, így nem eszed a mancsom, ugye? Általában kaja előtt szoktunk gyakorolni, viszont ahogy látni fogjátok, nem nagyon zavarja, ugyanis bármikor tudna enni. Gyere ide! Jö? Ki fogsz menni a gépből? Gyere! Gyere ide vagy! Jö? Húsom!
Ez így nem lesz jó. Fekszik. Popo. Igen. Ügyes. Pacsi. Igen. Ügyes vagy. Gyere lábhoz. Igen. Nagyon ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy. Ül. Igen. Ott csodálatos vagy. Csodálatos vagy. Fekszik. Igen. Ügyes vagy. Pacsi. Ügyes. Gyere, áll. Gyere, áll. Ez az. Igen. Lábhoz. Igen. Pacsi. Ügyes. Gyere még egyszer lábhoz. Igen. Igen. Vadállat. Vadállat. Az vagy. Gyere. Itt a labdád. Úgyhogy ez volt az én kis törpe tacskom műsora. Nagyon ügyesen tanul, viszonylag kevés ideig tud figyelni, de egyébként nagyon ügyes. Remélem, hogy nem sokára jöhetünk nektek új műsorral. Addig növesztjük a fogunkat, rákcsáljuk a kis rózsaszín játékunkat. Ide még bevágunk nektek egy kis ízelítőt abból, hogy milyen az élet Olival. Keeping the focus and keeping them from getting frustrated and biting on your hands. Then play with them only after they've had that first exercise. That's the first step I can give you. The second thing that you can do is have a lot of toys all around. I mentioned before, but all different types, textures. Nagy barátok. Nem mindenki szereti annyira a Dysont. Én de se. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltjük fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek mind a kettőnket Instán is, mind a kettőnk Instáját megtaláljátok a leírásban. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!